Békesség néktek! Isten igét a második korintusi levélből fogom felolvasni. Az ötödik vers második felétől a fejezet végéig a 18. versig. Tehát második korintusi levél harmadik fejezetének az ötödik vers második felétől olvasom a fejezet végéig a 18. versig. Felállva hallgassuk meg Isten igéjét ahogy a Korintus beliekhez ért második levélből, a harmadik fejezet ötödik versének második felétől hangzik hozzánk. Ami alkalmatos voltunk, az Istentől van, aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halának betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára, arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk. És nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. De megtompultak az ő elméjük, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mind máig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyáján fedetlen arca a szemlélvéd, Ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nagy hála van a szívemben, hogy együtt lehet most is ez a gyülekezet vendégeinkkel együtt, és veled együtt, Uram. Olyan megtiszteltetés, hogy meglátogattál minket, és áldozatul adtad édesatyámat, te fiadat, Jézust, ami urunkat. Minden megváltozott, az egész életünk, és az egész világ élete megváltozott, amikor ő megjelent, és amikor kibocsátotta a szent szellemét, az életnek a szellemét, a szabadságnak a szellemét, aki által élünk, és élni fogunk örökké. Ezért vagyunk most együtt, tiszteljük a te nevedet, és segítségül is hívjuk egyben. Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet. Ha keresztény ünnepeknek a sorára nézünk, akkor most érkeztünk el a legfontosabbhoz, pünkösthöz. Ez a legfontosabb keresztény ünnep, nincsen ennél fontosabb. Minden más, ami történt, az lezárult az Ószövetség ideje is leszárult, az Úr Jézusnak a földi, testi szolgálata is lezárult, és ami korszakot megnyitott, Isten szent lelkének a kitöltetése, az a korszak a kegyelemnek, az Új Szövetségnek a korszaka még ma is tart. Tehát ez nem egy olyan ünnep, amire visszaemlékezünk, hogy történt valami nagy dolog, hanem ez az az ünnep, ami folyamatosan tart. 2000 éve. Napról napra pünkösd van, újból és újból kiárad a Szentélek és bizonyságot tesz nekünk Jézus Krisztusról. Ez a legfontosabb keresztény ünnep. Nagyon örülök annak egyébként, hogy a, 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 világ, a hitetlenek nem értik a pünkösdöt, nem tudják, hogy miről szól. Persze a karácsony se tudják, hogy miről szól igazán, de azt ők is megünneplik, a pünkösdöt nem értik, azért örül a világ a pünkösnek, mert nem kell hétfőn elmenni dolgozni. Ez a legnagyobb örömük. Egyébként nekem munkatársaim kérdezték meg itt Szekhalmon, hogy mi is a pünkös Lajos. Mondom, a Szentlélek kitöltetése. Micsoda? Mi, mit csinál a Szentlélek? Hát mondom, kitöltetett. Na azt szóval mondd még egyszer, ezt ki se tudom ejteni. Szóval itt tart valahol a világ. És olyan jó, hogy mi pedig nem emlékezünk csupán arra, hogy valami nagy dolog történt 2000 évvel ezelőtt, hanem benne élünk, hogy Isten közli velünk az ő drága lelkét. Nézzük meg egy picit közelebbről, hogy miről is szól ez az ünnep. Mit is jelent a Szentléleknek a kitöltetése. Igen, örültem egyébként ennek a választott igének, amit az áhítat szerkesztői elénk tártak, mert talán tudtukon kívül, talán tudatosan, de egy olyan igét adtak elénk, amely nagyon szépen tárja fel az Ó és az Új Szövetség egymással való párhuzamát. Kezdjük a pünkösd nevével. Mit jelent az, hogy pünkösd? Egy görög szóból származik, ez úgy hangzik, hogy pentekosté. azt jelenti, hogy ötven, és azért ötven, mert Páska a zsidó húsvét után 50 nappal van, egyébként a mi húsvétunk után is 50 nappal van, 7 Hét hétre pontosabban, ezért hetek ünnepének is nevezik az Ószövetségben. Páskára hét hét, és az azt követő nap volt az, az 50. nap, a Pünkösd, a Pentekoszté. Egyébként aratási ünnep, a gyakorlati élethez, a hétköznapi élethez azért kötődik, mert a búza aratását a zsidók ilyenkor fejezték be, ilyenkor takarították be, ilyenkor volt vége az aratásnak. Ez azért a pünkösdi eseményekkel, a megtérő ezrekkel szépen párhuzamba állítható, hogy Isten eljött, hogy learassa azt, amit az Úr Jézus Krisztus elvetett, ami szárba szökkent, ami, amit már talán bemerítő János óta Isten előkészített, na annak volt most a learatása pünköskor, egy, egy befejezése is volt, a, a, kezdetnek volt a befejezése a pünköst. Tehát az, ahogy elkezdődött a munka, arra a kezdetre úgy került a pont, hogy létrejött az első gyülekezet. És azután ez a munka folytatódik azóta is. Van egy nagyon érdekes része a pünkösnek, ami a mi témánk szempontjából most nagyon fontossá fog válni. Tulajdonképpen nem is bibliai dolog, olyan értelemben, hogy a gyökerei nem nyúlnak vissza az Ószövetségig, vagy nem egyenesen következik a bibliai eseményekből, tanításokból az, hogy pünköskor a zsidók nem csak az időt számolták, hogy hét-hét eltelt, nem csak az aratás ünnepét ünnepelték, az aratás befejezését ünnepelték, hanem arról is megemlékeztek, ők ide tették ezt az időpontot, hát ezt kitalálták, vagy nem tudom honnan vették, hogy azt is megünnepelték, hogy Isten adta nekik a törvényt, és hogy Mózes megkapta a törvényt, és hogy a nép, a zsidó nép és Isten szövetséget kötött egymással. Tehát a szövetség kötésnek a törvény Átvételének az ünnepe is volt ez. Szóval az idő múlása kimutatható a Bibliából, az 50. nap, az aratás a természettel kapcsolatban, de a Bibliában Isten mondja, hogy erről emlékezz meg, és ahogy mi is megtartjuk a március 15-ét, vagy akár egyébként a karácsonyt mondjuk karácsonyra tesszük, ugyan miért. Fogalmunk sincs, hogy melyik nap született az Úr Jézus, hát oda tettük. Na ők is idetették azt az ünnepet, hogy de jó Isten szövetséget kötött velünk. Az Úr nem mondta, hogy ezt ünnepeld meg, de ők meg ünnepelték. Idetették. A szövetség kötésnek az ünnepe. És ez azért nagyon fontos a mi témánk és a mi igénk szempontjából, mert amikor Pál apostol itt a 2. Korintus 3-ban a Szentlélekről beszél, a Szentlélek munkájáról beszél, akkor párhuzamba állítja a törvényjel. minthogyha hogyha táján írta volna Pál ezeket az igéket, és előhozta volna az ószövetségi pünkösdöt, a szövetségkötés ünnepét, a törvény megkapásának, átadásának az ünnepét, párhuzamba állította volna, hogy na ahogyan Isten átadta Mózesnek a törvényt, nekünk úgy át a szent lelket. Ezt bontja ki ebben a fejezetben Pálapostól. És a kijelölt igéhez képest, ezért is mentem egy picit korábra, és nem a 12. verstől olvastam az igét, hanem az 5. versnek a második felétől, mert nagyon-nagyon szépen kifejti az apostól, hogy mi történt akkor, és mi történik most, de majd meg fogjuk látni, hogy ez nem ellentétben áll egymással, hanem éppen, hogy egymás mellett fut. És ezért van a kezünkben együtt az Ó és az Új Szövetség, és amikor azt az igét idézzük, hogy a teljes írás Istentől ihletett, is akkor azt, aki írta, Pál, az az ó Szövetségre értette, hisz még az Új Szövetség nem is létezett. És mi mégis mellé tesszük az Ó mellé az újat, és bár az újnak a részesei vagyunk, mégis mellé tesszük az új mellé az ót. Ez a kettő ad ki egy egészet, majd ezt nagyon szépen fogjuk látni a következőkben, hogy hogyan történik. Elmondja azt Pálapostól, és abból a folyamatból, hogy Isten átadta a törvényt, azt ragadja ki, hogy Mózesnek az arca sugárzott, amikor megkapta a törvényt. Testvérek, ha mi megkapjuk a törvényt, akkor a mi arcunk elkomorul. Hmm, törvény. A rosszul hangzik, igaz? A nószövetségi ódon dolog, még a neve is, nem azt mondja, hogy régi, kihasználja a hétköznapi nyelvben az, hogy ó. Senki nem használja. Talán a legrövidebb magyar szó ez a hosszú ó. Nem használjuk, de a vallásos nyelvezetben ott van, hogy ó szövetség. ódon az egész hangzás. Hát az új szövetség sokkal jobban hangzik. Na, amikor Mózes megkapta az ó szövetséget, nagyon örült. És ragyogott az arca az örömtől. Meg az Isten jelenlététől. Kíváncsi lettem volna Mózesnek az arcára. E, tegnap itt volt Kati, a, a friss asszony. Tegnap még menyasszony, ma már asszony. Nem, tegnap délelőtt. És mondtam neki, hogy amikor énekeltük az áldás kérő éneket, ha figyelt a gyülekezet, meg mi még közelebb álltunk akkor hozzá, egész rendkívüli arca volt Katinak. Tehát ilyennek még soha nem láttam. Mondtam, hogy mint egy királynő, akit most koronáznak meg. De nem azzal az önelégültséggel, hanem annak, a, hogy a megtiszteltetést átveheti. Hogy, hogy ő most feleség lehet, hogy neki most testvérek énekelnek, hogy Isten férjet adott neki. Tehát annyira ragyogott az arca. Na most el tudom képzelni, hogy Mózes arca százszorosan vagy ezerszeresen ragyogott annak a megtiszteltetésnek a jeleként, hogy átvehette a törvényt, az Isten igéjét, az első írásos uh, isteni útmutatást, a tíz parancsolatot és a, az igét, a, a tíz igét és a törvényt. Elolvasom ezt a részt. 2 Mózes 34-ből, hogy lássuk, mire is hivatkozik itt Pálapostól, amikor Mózes lejön a tíz parancsolatnak a kőtáblájával. 27. verstől olvasom a fejezet végéig, 2 Mózes 34-et, és mondta az Úr Mózesnek, írd fel ezeket a szavakat, mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izraellel. Ó szövetségi pünköst! És ott volt az Úrral 40 nap és 40 éjjel. Kenyeret nem evett, vizet sem volt. Kenyér nélkül el van az ember 40 napig. Én még nem próbáltam, de tudok olyanokról, akik próbálták. Víz nélkül lehetetlenség. Tehát ez egy természet fölötti együttlét volt Istennel. És felírta a táblákra a szövetség szavait a tíz parancsolatot. Im már egyébként másodjára kapja meg ezt, mert ő az elsőt összetörte az aranybórjú tisztelete miatt. Tehát most másodjára van ez. És történt, amikor Mózes a sinai hegyről leszállt, a Mózes kezében volt a bizonyság két táblája, amikor a hegyről leszállt. Mózes nem tudta, hogy az ő or orcájának bőre sugárzik, mivel hogy ő vele szólt. Nem tudta, de azt hitte, hogy nem sugárzik. És amint Áron és az Izrael minden fiai meglátták mózes hogy az ő orcájának bőre sugárzik, féltek közelíteni hozzá. Mózes pedig megszólította őket, és Áron és a gyülekezetnek fejei mind hozzámentek, és szólt velük Mózes. Aztán az Izrael fiai is mind hozzájárultak, és megparancsolta nekik mind azt, amit az Úr mondott neki a sínai hegyen. Mikor pedig elvégezte Mózes velük a beszédet, és biztos mondták neki, hogy Mózes sugárzik az arcot. Micsoda, miről beszéltek? Világít az arcod. Mert Mózes nem tudta. Tehát miután beszéltek vele, leplettett az arcára. Ha jól nézheted ki, nem is látott. El, leborított az arcát egy nagy kendővel. És amikor Mózes az úr elé ment, hogy vele szóljon, levette a leplet, amíg kijött. Kijövén pedig elmondta Izrael fiainak, ami parancsot kapott. És az Izrael fiai látták Mózes arcát, hogy sugárzik Mózes arcának a bőre. És Mózes a leplet ismét arcára borította, míg nem bement, hogy ő vele szóljon. Mintha azt üzente volna Mózes, hogy, hogy ez, ez, ez nem nektek szól. Ez, ez nem nektek szól. Ezt el kell rejteni. Nem ez a lényeg. Hanem azt figyeljétek, amit hoztam, amit Isten mondott. Ne azt, ami, ami ezzel együtt jár esetleg következményként. Eltakarta, mert azt is tudta, hogy ez el fog múlni. De az az ige, ahogy Jézus mondta, hogy egyetlen vesző nem múlik el. Arra kell figyelni van múló hatása Istennek, és van múlhatatlan hatása Istennek. És a múlhatatlanra figyeljetek. És amikor Pálapostól itt a felolvasott ige szakaszban elkezdi magyarázni az eseményeket, akkor nagyon érdekes, hogy elkezd kétféle szolgálatról beszélni. Az ó és az új szövetség ez, de ő elkezdi ezt részletezni, elkezdi nevén nevezni, hogy mi ez a kétféle szolgálat? A hetedik versben olvasuk az elsőt: A halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata. A halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata, ami azt jelenti, hogy az, amit oda Isten leírt, annak a következménye az ítélet a halál. Ez a magyarázat, az összefoglalás. A hetedik, a, ez a hetedik vers, a kilencedik versben azt mondja, hogy a kárhoztatás szolgálata. Ugyanaz az értelme, hogy egy olyan dolgot csinálunk, egy olyan dologban veszünk részt, Istennel együtt, Mózes is, majd meglátjuk Pál is, aminek a következménye ítélet, veszedelem, kárhozat, halál. És ebben tevékenyen részt vesz az ember, és ez Istentől van. Ezt nem az ördög csinálja, hanem az Isten csinálja. Az Isten adja a halálnak kövekbevésett szolgálatát, igéjét. Istentől van ez a dolog. És majd meg fogjuk látni, hogy ez miért nagyon fontos. És van egy másik szolgálat, a nyolcadik vers azt mondja, a lélek szolgálata. Ez a új szövetségi pünköst. És a kilencedik vers azt mondja, hogy az igazság szolgálata. És van egy pár gyengesége a magyar nyelvnek a sok-sok erőssége mellett. Az egyik gyengesége a károli fordításban is így van, hogy igazságként fordít két egymásnak nagyon ellentmondó dolgot. Egy jó dolgot és egy rossz dolgot is igazságnak fordít. Itt a jó dolgot fordítja igazságnak, amit én így fordítanék le, így adnék vissza, hogy a megigazítás szolgálata. Fogunk találkozni egy másik igében hamarosan az ellenkező értelmével az igazságnak, amikor ez nem a megigazításról szól. Görögben teljesen más szó. De így jelenti mind a kettő az igazságot, a magyar nyelvben is jelenti, csak nem árnyalja, de meg fogom magyarázni. Tehát itt az igazság szolgálatát úgy kell érteni, hogy a megigazítás szolgálata, tehát van egy ember, aki Isten előtt kárhozott, bűnös, elítélt, és ez Isten ítéli el, emberi szolgák által, Mózes és Pál által, és van egy másik szolgálat, az új szövetség szolgálata, lélek szolgálata, amit Isten megint az ő szolgái, Pál és az apostolok és az új szövetség szolgái által hoz, hogy ez, ez a nem igaz ember Igazá válik az Isten előtt, megigazul az Isten előtt. Az elfogadhatatlanon olyan változás áll be, hogy elfogadhatóvá válik. Mintha valaki egy munkahelyre szeretne elmenni, orvosi vizsgálaton kell átessen, orvosi alkalmassági vizsgálat, és azt mondják, hogy maga nem jöhet ide dolgozni, mert itt autót kell vezetni, és nem, nem jól látja a számokat, a betűket. Van szemüvege? Nincsen. Hát menjen el, csináltasson egy szemüveget. Addig nem tudjuk felvenni, dolgozni. Elmegy, megcsináltatja, na most olvassa végig, egész végig olvassa az apró betűt, na most már felvesszük dolgozni, jöhet. Aki eddig alkalmatlan volt, az a történik valami, és alkalmassá lesz. De szolgálni kell azt is, hogy ki legyen mutatva, hogy maga beteg. És szolgálni kell azt is, hogy na most már van egy szemüvegem, és azzal jól látok. Most már alkalmassá váltam arra, hogy elvégezzem azt a munkát. Kétfajta szolgálat. Nagy kérdés, hogy a 14., 15. és 16. versek miről beszélnek? Mi tompult meg? Min van lepel? Megtompultak az ő elméig, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül. Mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mind máig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Mit nem látnak a zsidók? Mit nem értenek a zsidók? Mit kell leleplezni? Az ószövetséget vagy az új szövetséget? A kárhoztatás szolgálatát vagy a megigazításnak a szolgálatát? És itt a nagy dolog. Mind a kettőt le kell leplezni. Mind a kettő homályos a zsidóknak a mai napig. És lehet homályos mielőttünk is hogyha nem tűnik el az Úrban a lepel, az Ószövetség olvasásakor, meg az Új Szövetség olvasásakor. Szóval nem arról van szó, hogy volt egy olyan rész az Ószövetségben, amit Isten eltitkolt, elleplezte, de az Új Szövetségben hopp, lerántotta róla a leplet. Hanem azt mondta Isten, hogy az egész zsidóság, az egész Ószövetség évszázadai alatt nem értette meg az Ószövetséget. Az Ószövetséget nem értették meg. Mózes nem értették meg. A törvényt nem értették meg. Nem Jézust nem értették meg, hanem Mózes nem értették meg. Jézus mondja, van Mózesük és van profétájuk, hallgassák azokat. De ezeknek foggalmuk sem volt, hogy Mózes mit hozott le a hegyről. Hogy Mózes mit élt át a hegyen hogy Mózes arca miért sugárzott, hogy hogy lehet az orszövetségben sugárzó arccal Istennel közösségbe lenni. Nem értették meg. Nem jött le a lényeg. Mind a kettőn lepel van, és mind a kettőről, az Ó és az Új Szövetségről, a kárhoztatás szolgálatáról és a megigazítás szolgálatáról Krisztusban hullik le a lepel. Krisztusban érted meg, hogy elveszett ember vagy. És Krisztusban érted meg, hogy megmentett ember vagy. És ha nem értetted meg, hogy elveszett ember vagy, semmit nem jelent neked az, hogy megmentett ember vagy. Semmit. Semmit. Mert én most ide letendém az asztalra a ráknak az ellenszerét, testvérek, óriási dolog történt. Megtaláltuk a rák ellenszerét. Mindenféle rákos betegségre jó ez a gyógyszer. Akkor biztos örülnénk neki, de jó, meg fog gyógyulni a szomszédom, meg fog gyógyulni az ismerősem. De ha mi nem vagyunk rákosok, akkor nekünk aztán személyesen teljesen mindegy, hogy megtalálták vagy nem. Ha, ha nem vagy kárhoztatva, neked a kegyelem az égvilágon semmit, semmit nem fog jelenteni. Hatástalan lesz az életedben. Megbocsátottak a te bűneid. Hm. De nem vagyok én bűnös. Nekem aztán mindegy, hogy megbocsátja az Isten, vagy nem. Hát én nem követtem el semmi rosszat. Hallottunk már ilyet, testvérek? Én ezerszer hallottam. Mert, mert el van leplezve, lepel van a szívükön, amikor a kárhoztatásról van szó, nem lesz nyilvánvalóvá az, hogy jaj, én elveszett vagyok, segítsetek rajtam. Na, meghalt érted, Jézus. Ó, köszönöm. Ha elveszett vagy, akkor örülsz a kegyelemnek. Ha nem vagy elveszett, akkor neked mindegy, hogy mit csinált Jézus. Akkor te nem foglalkozol vele. Jézus így imádkozik a kereszten. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A annyira el van előttük rejtve ez az egész. Annyira nem értik, hogy bűnösök, hogy hogy miért történik mindez, hogy mi zajlik most. Atyám annyira kukák, hogy, hogy nem tudják, milyen lehetőséget szalasztanak most el. Kérlek, bocsáss meg ezért nekik. Nagyon érdekes Jézusnak ez az imádsága. Nem azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert most meghalok a bűneikért. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Jaj, annak, aki tudja, hogy mit cselekszik. A Szentírás nagyon kemény azokkal, akik megízlelték a mennyei erőket. Akik vettek szent lelket, de aztán megtapották a Krisztusnak a vérét. Irgalmatlan. Irgalmatlan. Tehát akik még nem ismerték meg a kegyelmet, lehet a saját butaságuk miatt, azokra még vár kegyelem. De akik megismerték és elutasították, azokért én egy lyukas garas nem adnék. Volt egy csoport, az Ószövetségben találkozunk velük, Jézus születésekor. És aztán majd bemerítő Jánosnak a szolgálata körül is látunk olyanokat, akik várták, így mondja a Lukács 2.38, Izraelnek a megváltását. Volt egy olyan szűk réteg a zsidóságban, akik megértették azt, hogy miről szól az Ószövetség. Az Ószövetség arról szól, hogy jaj neked! És ezek az emberek azt mondták, jaj nekünk. És azt mondták, segítség! Uram, segíts rajtunk! Megértettük, hogy bűnösök vagyunk. Könyörülj rajtunk, küldj megváltást, és, és felfedezték az Ószövetségben azokat a kis csillagokat, a törvény közepette ragyognak a proféciák a megváltóról. És azt mondták, erre van szükségünk. Ezt várjuk mi. De jó, hogy benne van. De jó, hogy nem csak a tíz így a tíz ítélet van benne, meg, meg a nagy igazság, a, a sötét igazság, hanem ott a reménység. Amiről Mózes már tudott, és ezért ragyog az arca. Mert tudta, hogy nagy bajba vagyok én is, meg ők is, de van megoldás, láttam a hegyen. Ezért sugázzik az arca. Na ezt várták a zsidók. Mikor jön már el? Mikor jön már el? És akkor eljött. És rögtön, akik várták, rögtön felismerték Krisztust. Képzeljétek el, még nem tanított, még nem gyógyított, még nem halt meg, még nem támad fel. Egy pici pólyás baba volt. Ő az. Már újong az anyja méhében bemerítő János. Újong, repes a gyermek az örömtől. Itt van, ő, itt van ő, itt van ő, itt van ő, itt van a megoldás. De ez addig nem lehetséges, amíg nem vagy elítélve, Addig nem tudsz örülni a megváltásnak, amíg, amíg úgy gondolod, hogy neked nincs rá szükséged. És ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos a kárhoztatás szolgálata. Nagyon fontos az Ószövetség, nagyon fontos a törvény, hogy legyen szembesítve az ember azzal, hogy mi a baj. Nézzünk igéket mindezekre. Egy, kettő, három, négy igét. Kerestem ki, biztos van több is. Rögtön itt a felolvasott igénk környezetében Pálapostól beszél a II. Korintus 2. Korintus 2.14-17-ben arról, hogy együtt van a, az Ószövetség és az Új Szövetség, a kárhoztatás és a megigazításnak a szolgálata. II. Korintus 2. Korintus 2.14. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek. Mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja halára, amazoknak pedig élet illatta életre, és ezekre kicsoda alkalmatos. Pál nem azt mondja, én nem akarok halál illata lenni. Én nem akarok kárhoztatni. Én nem akarom, hogy az emberek az én szolgálatom nyomán is elkárhozzanak. Hanem azt mondta, hogy én megjelentem a kárhozottaknak is a Krisztust. És ha nem kell nekik, akkor vádolni fogja őket. A lelkiismeret és az úr azon a napon, hallottad az igét, elutasítottad? És mondja Pál, én vagyok az a szolga, aki által hallotta. Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. És ebbe beletartozik az, hogy véged van ember. Védkeztél, és készülj a halálra. Ez, ami evangéliumunknak a kezdete, az első fele, a halál illata. És Pál ezt alkalmazta és csinálta. Valaki leragadt itt, és aztán legyintett egyet, azt elment, és elkárhozott. És valaki itt kezdett el gondolkodni és mondani azt, van erre megoldás, Pál? Tudsz valami jót is mondani? Hát hogy ne, különben nem jöttem volna. Önmagában ez a szolgálat, ez kevés, de van megoldás. Előbb jön a bonyodalom, mint a, az irodalom, irodalmi művekben. Bonyolódik a helyzet, majd azt a végén jön a megoldás. A másik ilyen ige, a Galata levél harmadik fejezetében olvasható. Galata 3, 21, 26. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van, é. -e. Kihúzzuk a Bibliánkból, kérdeznénk mai nyelvezeten. Távol legyen, mert ha olyan törvény adatot volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Minek előtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybe zárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk élet, hogy hitből igazuljunk meg. Mert mit fog a törvény elérni, hogyha lelepleződik a törvénynek a tanítása, a lényege? Azt fogja elérni, hogy jaj, Istenem, segítségre van szükségem. És Isten semmi más nem akar a törvény által elvégezni, csak hogy te így kiálts fel. Elveszett vagyok, és segítségre van szükségem, ezt a törvény nélkül mi nem tudnánk kimondani. Ezért nagyon fontos a kárhoztatás szolgálata. Ezért nagyon fontos az ítéletnek a szolgálata. És ezért a, a törvény kényszerít Krisztushoz. Muszáj kimenekedést találnom ebből a helyzetből, amiben keveredtem Isten előtt. Muszáj valahogy kikerüljek az én bűneimből. Kell, hogy legyen valamilyen megoldás. Mert ez rettenetes, ami, ami itt van a törvény alatt. Persze nem a törvény rossz. A törvény teljesen jó. Az a rossz, hogy én nem tudok neki megfelelni. És emiatt vált kényelmetlenné ez a törvény nekem. A bűneim miatt. És azért vezérel Krisztushoz, mert Krisztushoz présel. És ha nem lenne törvény, nem préselne semmit téged a Krisztushoz. Ha nem mondanád azt, hogy jaj, elvesztem, akkor Isten nem tudna rajtad könyörülni. Azokon tud könyörülni, akik kétségbe estek, akik felkiáltanak hozzá. Az elveszett voltukat felismerik. De miután eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt mert mindjárt Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusban való hitáltal Megkaptam a kegyelmet. Jaj, de jó. Hát, nagy veszedelembe voltam, de az Isten kegyelme kimentett engem ebből a veszedelemből. És nem kell már engem a Krisztushoz kényszeríteni, mert én most már megyek magamtól a Krisztushoz. Mert én most már ővele járok. Mert én most már megismertem őt. Mert én most már szeretem őt. És a törvény elvégezte a dolgát az életemben, és nincs rá többé szükségem. Nem vagyok a törvény alatt, mert akik a Krisztusba keresztelkedtek, meg a Krisztust öltöztétek fel. Egy másik ilyen igen, nagyon szép példa ez is a János evangéliuma első fejezetében olvasható. A 14. vers. és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Kegyelemmel és igazsággal. Új szövetséggel és ószövetséggel. És itt az igazság nem megigazítás. Jézus nem megigazítással volt tele, azzal is, de itt most nem erről van szó, hanem álétejjával volt tele. Valósággal volt tele. Kegyelemmel és valósággal. Az az igazság, az a valóság, hogy te egy kárhozatra méltó bűnös vagy. És a Jézus szavai eszünkbe jutnak, és a történetei. Tudjuk, hogy ő ezzel a kijelentéssel, az F-fajta kijelentésekkel nem fukarkodott. ítéletet mondott, ítéletet hirdetett. Az a valóság, hogy elveszett állapotban vagy. Jaj neked, korazin, és jaj neked becsajda. Egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben. És Jézus nagyon-nagyon sokszor megmondja a valóságot. Az a helyzet veled, hogy elveszed bűnös vagy. És az igazság itt most nem a jó értelembe, a jó értelembe vett igazság, hanem a, a rossz értelembe vett igazság. Ez is jó, csak borongós. A valósággal szembesít. De miután szembesített a valósággal, szembesít azzal, hogy eljöttem, hogy megmentselek téged, mert szeretlek, kimentelek, ebből a valós helyzetből, és beleteszlek egy másik valóságba. Mert az is valóság. Csak egy új valóság. És erről beszél az Ézsaiás 4.3. Mondhatnánk, hogy hagyjuk az ószövetségi igéket ezen a területen, viszont itt egy proféciáról van szó, egy új szövetségre vonatkozó profécia. Az egész negyedik rövidke kis fejezet egyébként, most nem olvasom fel, csak a harmadik verset. Ha elmosta az Úr Sion leányainak undogságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével. A kegyelmet az Isten a megtisztítást az Úr az ítélet lelkével végzi el. És a megégetés lelkével végzi el. És amikor én megtértem, Isten ítélete megégetett engem. És sarokba szorított engem. Ha nem is azon a napon, de hamarosan elérkezett az, amikor láttam, hogy de jó, hogy van Jézusom, mert nekem végem lenne. Elvesztem megégette a bűneimet az Úr. Megégetett engem, a lelkem lángba borult az én bűneim miatt, hogy rájöttem, hogy kárhozatra méltó bűnös vagyok. És azt a Jézust, akit hál az Úrnak, akkor már megismertem, mikor jött ez a megégetés, azt a Jézus nagyon megragadtam akkor. Uram, nagyobb szükségem van rád, mint hittem. Nagyobb szükségem van rád ma, mint amikor megtértem. Mert akkor még csak azt láttam, milyen jóságos vagy, mennyire szeretsz. És most vált nyilvánvalóan számomra, hogy elvesztem, Uram. De te azért küldted a fiadat, hogy belekapaszkodjak, és már fogom, már fogom, de most még jobban fogom. Most még erősebben ragaszkodok hozzá. Mert megégetett Isten az én bűneim miatt. Én szégyeltem magam. De örvendeztem abban a kegyelemben, amely rám talált, Szóval ezekből az igékből láthattuk, hogy mennyire összedolgozik az Ószövetség és az Új Szövetség. A törvény és a, a Szent Szellemnek a kiáradása. Az Ószövetségi Pünköst és az Új Szövetségi Pünköst. Ezeket egy lapon kell említeni. Nem létezik Új Szövetségi Pünköst Ószövetségi pünkös nélkül. Törvény nélkül a kegyelem nem ér semmit. És kegyelem nélkül sem ér semmit a törvény. Mert csak kárhoztat De amikor a kettő együtt van, na az a megtisztító munkája az Istennek. Az a megtisztító munkája az Úrnak. Egy, egy olyan kérdéssel szeretném zárni, egy gyakorlati kérdéssel, ami, ami talán mindannyiunkra vonatkozik. Mindannyiunkat foglalkoztat, többé-kevésbé, rövidebb, hosszabb időre, vagy ha nem, akkor majd fog. Mi van akkor, ha újból védkezünk? Ugye az Úr megítélt, ami eddig elkövetett bűneinkben éget kiáltunk kegyelemért, és megragadjuk a kegyelmet. De mi van akkor, amikor megragadtuk ezt a kegyelmet, amikor szabadságra jutottunk, ahol Isten lelke ott a szabadság, járunk ebben a szabadságban, de megint olyan dolgot cselekszünk, amely a törvény előtt utálatos. Háromféleképpen csoportosítottam azt a magatartás formát, hogy viszonyulhatunk bűneinkhez önmagunkhoz, miután újból védkeztünk. Van egy olyan látásmód, régen tudom, hogy, hogy évtizedekkel ezelőtt jellemző volt sok hívő között a perfekcionizmus, lehet, hogy ma is megvan, az azt jelenti, hogy mi tökéletesek lettünk, miután megtértünk. Bizonyos értelemben egyébként ez igaz, mert Pál beszél erről, hogy mi, akik tökéletesek vagyunk, csak hozzátesz, hogy ilyen értelemben legyünk. Na, ezek a perfekcionisták nem olyan értelemben tartották magukat tökéleteseknek, hanem azt mondták, hogy mi már nem védkezünk. És ha valakinek nem tetszik, amit csinálunk, az azért van, mert nem fogadja el azt Istentől valónak, amit mi csinálunk és mondunk. Úgyhogy ők vannak bűnbe, és nem mi. És magukat mások fölé helyezték, és azt mondták, mi már nem védkezünk, mi tökéletesek vagyunk. Újjá lett minden, újjászült minket Isten lelke, térjenek meg a többiek. Bűntelennek tartották magukat. Soha nem botlunk el, mindig jól csináljuk, mindig jól szólunk, és mindig jól cselekszünk. Védkeznek ugyan, de nem vesznek róla a tudomást. A másik fajta hozzáállás az éppen ennek az ellenkezője. Jaj, hiába tértem én meg, oda az üdvösségem, megint védkeztem. Na de van arra kegyelem. Jaj, de amit én elkövettem, arra nincsen, mert az nagyon nagy bűn. De a nagy bűnre is van kegyelem, az enyémre akkor sincs. Én ilyennel is találkoztam. Vagy van arra a bűnre kegyelem testvér, de én nagyon sokszor védkeztem. De sok bűnre is van kegyelem, de én még annál többször védkeztem. Az egyik azt mondja, túl nagy bűnt követtem el, hogy az Isten megbocsásson. A másik azt mondja, túl sok bűnt követtem el, hogy az Isten megbocsásson. És azonosítják magukat azokkal, akik a szentlélek elleni bűnt elkövették. De akik a szentlélek elleni bűnt elkövették, azokat ez nem érdekli. Azok nem foglalkoznak vele azoknak az Isten már csak ennyi. Kit érdekel? Elkárhozol, kit érdekel? Aki síra a bűnei felett, az nem követel el a szentélek elleni bűnt. Hanem aki nem foglalkozik azzal, hogy bűnben van, az elkövetheti, mert van ilyen. De az érzéketlenné vált. Mert amikor már Isten nem ítél, megszűnt az ítéletnek, a megégetésnek a lelke, mert megoltotta az az illető, és az Isten visszavonta, akkor a bűn már nem fáj. Nincs megégetés, nem is kell kegyelem. Nem kell semmi, az nem foglalkozik. A... Tehát szeretnélek megnyugtatni, ha fáj a bűnöd, minden jól működik nálad. Minden jól működik. Így kell, fájjon. De a kegyelem addig a rendelkezésed rá, amíg fáj a bűn. Amikor már nem fáj a bűnöd, akkor nagyobb bajba vagy. Nagyobb bajba vagy. Akkor jönnek a testvérek és megmondják. Vagy megutálod őket, vagy hallgatsz rájuk. Amikor helyesen viszonyulunk a bűneinkhez, pontosabban önmagunkhoz, amikor védkeztünk, akkor tulajdonképpen nem történik más, mint ami a megtérésünkkor történt, hogy jön az ítélet és a megégetés, és jön a kegyelem. Újból átélem. Újból tudok sírni a bűneim felett. Ez egy nagyon nagy kegyelem, ha valaki tud sírni a bűnei felett. Hát tudom, én már megtértem, én már újjászülettem. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen bűnökbe belemegyek, de belementem. Bocsáss meg nekem. Fáj, nehéz, nem akarom ezt, de, de nem tudok szak, szajászakadni a testi mi voltomtól, vágyaimtól, akaratomtól, csökönyösségemtől. És az Úr ad, ad kegyelmet, hogy tudjunk bánkodni a bűneink felett. Az is kegyelem, hogy tudunk bánkodni a bűneink felett. Hogy adja a megégetésnek a lelkét. És aztán adja a felszabadulásnak a lelkét. És akkor azt mondja, hogy elfogadtam a bűnbánatodat. Megértettem, hogy gyenge vagy. Tudom, hogy az vagy. Engem nagyon-nagyon vigasztalt nem rég volt ez egy két-három éve, hogy Isten megmutatta azt, hogy amikor engem ő elhívott, hogy legyek az ő gyermeke és legyek az ő szolgája, akkor nagyon jól tudta az Úr, hogy egy csirkefogóval kötött szövetséget. Ő nagyon jól tudta, hogy én ki leszek 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva, 20 év múlva, 25 év múlva. És azt mondta az Úr, hogy ha én most elhagynálok azért, Amilyen vagy, akkor nem is kezdtem volna ezt veled. Én úgy kezdtem, hogy tudtam, hogy ki leszel. Én tudtam, hogy ebbe a kelepcébe fogsz belemenni, ebbe a csapdába fogsz belemenni. Leszel, amilyen vagy, én tudtam, és azt mondtam, kell lesz így. Szeretlek így előre. Uram, köszönöm. Hát egy olyan szövetséget kötöttél velem, hogy azt te nem fogod felbontani, és te tudtad előre, hogy mire számíthatsz. Én nem tudtam, mire számíthatok. Nem voltam olyan okos, mint Isten. És amikor ezt megértettem, akkor nem tehettem más, csak elfogadtam a kegyelmet. És azt mondtam, köszönöm Uram, hogy a kegyelmed még erre is kiterjed. És engem felkarolsz, és megerősítesz, és újat kezdesz velem, és folytatod velem. Testvérek, amikor megismétlődik ez a folyamat, akkor jön újból a megégetés lelke és a kegyelemnek a lelke. A kárhoztatás szolgálatok, szükségünk van a kárhoztatás szolgálatára, mert védkezünk. És Isten kárhoztat jól teszi. És utána pedig felemel, és utána pedig kegyelmet ad, és utána pedig, mikor már fáj, akkor utána megbocsát. De mindig a kegyelemé a döntő szó. És mindig a kegyelemé az utolsó szó. 阿门。<Amen. S 2>